Alles Warten war vorbei. Und die Zukunft beider lauerte vor dem Tor. Különleges kezdeményezéssel emlékezett meg a magyarországi német színház Koch Valériáról. A fiatalon elhunyt magyarországi német költőnő két nyelven alkotott. Származásának köszönhetően két kultúrát, két gondolatvilágot tudhatott magáénak. Költészete nem klasszikus értelemben vett magyarországi német költészet. Ő mind a magyar, mind a német kortárs irodalom kiemelkedő alakja. A társulat ezúttal olyan darabot, vagy inkább előadói estet állított színpadra, melyel méltóképpen emlékezhettek meg a költőről. Nem dolgoztunk rendezővel, hanem csapatmunkában állítottunk össze egy előadói estet. Ennek minden jó és nehéz oldalával együtt. Nagyon fontos, hogy nagyon összeforjon a csapat. És ez egy jó lehetőség egy ilyen munka, amikor együtt nem csak a színészi munkát végezzük, hanem a koncepcionális munkát is, mint művészek. Nagyon jól összekovácsolja a csapatot, és ráadásul kiderül az is, hogy kiben milyen egyéb kvalitások rejlenek még a színészeten kívül. Nagyon sok szereplőnek, aki eddig csak színészként szövegeket tanulhatott, a saját ötletei megvalósulhattak a színpadon. Tehát a munka folyamatában nagyon sok olyan ötletcsíra volt, amit a verseket olvasva maguk azok, akik ezeket a verseket mondják, ők hoztak, vagy ők javasolták, hogy ezt így meg úgy mondhatnánk el, és emiatt sokan új arcukról új minőségüket tudták megmutatni. Az előadás folyamán a társulat tagjai Koch Valéria verseinek válogatását és a Herceg és a Rózsa című meseregény részleteit állították színpadra. A társulat tagjai azt mondják, Koch Valéria olyan súllyal bír a magyarországi német kultúrában, amely megérdemli, hogy időről időre ilyen módon is megemlékezzen róla a színház. Ő idén lett volna 70 éves, sajnos már több mint 20 éve nincs közöttünk, és úgy gondoltuk, hogy ezzel az estel az ő emlékének adózunk. Mert azt gondolom, tehát, hogy a középiskolás korosztály már jöhet, és azt gondolom, hogy mindenki megtalálja azt az értéket, amit mi is megtaláltuk az ő költészetében, az ő gondolatvilágában. Tehát tud szerintem sok ember, sokunk azonosulni legalább egy gondolatával, de lehet, hogy többel is. Amikor ez a meló elkezdődött, én nem reméltem, hogy ilyen felkent helyzetbe kerülhetek a társulat által, hogy pár napig az én szemem vezethette őket. Ezért nagyon hálás vagyok, és mindenképpen egy nagy iskola volt számomra is, és egy óriási lehetőség, hiszen ilyen hirtelen egy alkotói színházzá váltunk, egy olyan csapattá, akik önmagukból hoznak létre valamit, és ez a legszebb keresés. Tehát mi most gyöngyhalászok voltunk, akik lemerültünk, majdnem megfulladtunk, de aztán föl tudtunk hozni valamit, ami remélem mindenkinek érdekes és értékes is lehet. Darin mit der Tochter der blonden Gedanken. Der Jahre bleich, sie pocht im Kern der Sonnenflamme. Témájában az emberi kapcsolataink, viszonyaink, személyes, szerelmi, baráti, családi, nemzeti és globális szinten pedig a háború és a béke vannak a fókuszban. Mi lehetséges a mesében és milyen a valós élet? Milyen világban élünk gyerek szemmel, a kis herceg szemével és felnőtt szemmel nézve? A milyen megérintő gondolatok, a mellbevágó őszinte szavak és a mindent feloldó szarkasztikus humor Koch Valériára jellemző módon válogatják egymást a műsor egész folyamán. Bavazsányi Tamás az, aki a zenét így igazából nagyon művészi színvonalon, a tőle megszokott színvonalon, tehát nem így interpretálja és kísér minket, és az ő sokszor a hátán viszi a hangulatokat, a képeket, de mi nyolcan hirtelen betöltöttük a színpadot, és pár olyan hátsó ember, aki a színfalak mögött dolgozik, az hirtelen kiesett, mert mindannyian a színpadon tartottuk a hátunkon a jelen esetben Valéria Koch világát. Valéria Koch nem egy olyan közismert név, mint bármi más, akivel a középiskolás irodalomban irodalomórákon találkozunk.
És az előadás is ezért lett olyan, amilyen, mert ezt a handicapet, ami egy viszonylag ismeretlen írónő, költőnek az estjét belengheti esetleg egy, ha hallja valaki, hogy most ez lesz a... Aki bejön, úgy érzem, hogy egy olyan utazáson vehet részt, ami megemleget. Mert hangos, néha érzelmes, néha a velőik hatol, hiszen mint sok magyar költő, Valéria Koch is az emberi élete végén szinte tragédiába torkulóan halt meg, és úgy hagyta itt ezt a világot, hogy nála igazán fontos az, hogy csak addig él, amíg emlékezünk rá. Doch das Land nirgendwo liegt irgendwo. In Märchen, die Zeit wird zerrissen. Im Wort, das mein Herz hart verbiss. Im Traum jeder Kindheit gewiss. De elképzelhető, hogy más évadokban is dolgozunk majd így, ilyen jellegű munkán. Ha most valaki még azt mondaná, hogy holnap kezdjünk el még egyszer egyet, akkor elrohannék. mert azért csapatban dolgozni, annak van egy csapat dinamikája, ki kell alakulnia mindennek, tehát másfajta íve, pályája van egy ilyen jellegű munkának. Könnyebb egy színésznek, rendezővel dolgozni, de egyébként nagyon jónak találtam, tehát el tudom képzelni, hogy jövőre vagy két év múlva újra neki fogunk egyenesnek. Koch Valéria életműve érettségítétel is a német nemzetiségi iskolákban. Ezért középiskolások, tanárok számára is fontos lehet ez az előadás, mert a színpadra állított verseken keresztül a fiatalok megismerhetik a költőnő személyiségét, átérezhetik gondolatai őszintességét és témái aktualitását.